Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal a Holdra szállásról lesz szó. Buzz Aldrin interjúját hallgattam éppen Conan O'Brien sójában, és néhány érdekes dolgot elmesélt, aztán persze rátérünk a lapos földre, illetve ezekkel kapcsolatban néhány összeesküvésre, összeesküvés elméletre. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobába, illetve Yahoo! útja néven, a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon. És ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Az évek során megértettem, hogy a Föld alakja, a hely, ahol élünk, az igen fontos mindenki számára is. Ez a programozásnak az egyik alapvető eleme ez az, ami nyugszik, mind az evolúciós elmélet, természetesen az egész kozmológia, az emberek többsége pedig természetesnek veszi azt, hogy amit tanítanak nekünk az iskolában, az egyszerűen csak úgy van. Most én egy másfajta megközelítést próbáltam meg az évek során, az pedig az, hogy mi az, amit a Biblia ír, és én abból indulok ki. Hogyha valaki ezzel nem ért egyet, én azt abszolút megértem, viszont számomra ez a metódus maradt legkézenfekvőbb, ugyanis minden más hazugságnak bizonyul, mint az, amit az iskolában tanítanak nekünk, one of us. Which one? one of us. mint az, amit a tévében látunk, ott a televízió, minden benne van. a hírekben hallunk, a politika, a vallások, ez mind-mind hazugság. Itt tehát valahol az igazságot meg kell, hogy találjuk. Hiszem, hogy az Atya a Teremtőnk úgy alkotta meg a világot, hogy meg tudjuk találni az ő igazságát, és az ő igazsága a Bibliában van elrejtve. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda és támogassa munkánkat. Mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. Pontosan ezért olyan fontos elhitetni az emberekkel, hogy egy gömbön élünk, hiszen a bibliai modell az egyértelműen. Egy zárt rendszert ír le, ami ráadásul egy sík területen fekszik, ami fölött van egy óra vagy kupola másnéven. Az égi testek pedig ebben ezen helyezkednek el, és az egész sokkal közelebb van hozzánk, mint ahogy nekünk azt tanítják, illetve velünk azt el akarják hitetni. Értem, hogy nem fogok tudni meggyőzni az emberek többségét, bármit is prezentálok akármiféle bizonyítékot, vagy videót, közvetett, vagy közvetlen. Alátámasztandó mindazt, amit mondok, azonban úgy gondolom, hogy az a néhány ember, aki majd eljut az igazságra, az épp elég fontos ahhoz, hogy ezt időről időre megtegyem. Egy ilyen közvetett bizonyíték lehet például Neil Armstrong, ugye az első ember állítólag a holdon, címsorban megadtam a nevét Neil A, hogyha rövidítjük az Armstrongot, ez visszafele olvasva Alien ami idegent jelent, utalván Ridley Scott filmére, az Alienre, az űrben játszódó horrorfilmre. És az apróságnak tűnik. Bár azt megmagyarázni, hogy a Neil Armstrong az 66 a pitagóraszi numerológiában, az már lehet, hogy nehezebb. Feltételezvény, hogy nem kell senkinek elmagyarázni, hogy mi a jelentősége a 66-os számnak az okkultban, hiszen azok, akik uralják és irányítják a világot, azok akarva, akaratlanul, tudva vagy tudatlanul, de az ellenséget szolgálják, és a 66-os szám az igen fontos számukra. Ezután azonban, ahogyan említettem, nem Neil Armstrong lesz a főszereplő, hanem társa Buzz Aldrin az állítólagos Holdra szállásban, és furcsa dolgokat beszélt, mint ahogy szokott, ezúttal Conan O'Brien showjában, a Late Night with Conan O'Brien, ami megtalálható ezen a YouTube csatornán, aminek a neve Conan O'Brien. Könyörgöm. Ebben a videóban gyakorlatilag elmondja nekünk, hogy mindaz, amit az emberek láttak a holdra szállással kapcsolatban, azok a videóanyagok, az illusztráció volt, nem eredeti felvétel, de hallgassuk meg, hogy mi az, amit ő mond. I want to be presumptuous Buzz. here. I can call you Buzz. Buzz. Okay. That's a, a, legal name, passport, okay. driver's license. And I am Uncle Coney tonight. Uh, Uncle uh, Coney. We, let's talk about this because this is fascinating. I remember very clearly. I think anybody who was alive at the time does. I remember my parents waking me up and we went down and we watched you guys land on the moon, no, which you was no, you didn't. What? Nem, azt mondja, hogy nem néztétek azt, ahogyan a holdra szálltunk, honnan még meg is lepődik, mikor amit is visszakérdez, hogy mi az, mit, 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 hogy mit akarsz mondani, hogy, hogy nem láttuk, miközben láttuk. <laughs> Persze, hogy nem látták. Dreams. Because uh, uh, there wasn't any television, there wasn't anybody taking a picture. You watched animation. You watched animation. You watched animation. So you associated what you saw with... I me show to a who didn't it didn't know about it. Parents waking me up and we went down and we watched you guys land on the moon, noiden, which was... No it did no you did no it didn't, no you did no you didn't. What? Because uh, uh, there wasn't any television, there wasn't anybody taking a picture, you watched animation. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az infobubble illetve Yahoo! A útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.